Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, elérkeztünk egy újabb hardcore részhez, és mint ahogy láthatjátok, visszatért a csodálatos Shader, ezzel sokkal szebbé varázsoljuk eme csodálatos sorozatot. Itt van velünk hogy hívtam? Gilbert. Ugye? Ne haragudj, nem tudom, valami G betűs, vagy G pont. Szóval, amit az előzőben is ígértem, és elkezdünk rögtön csinálni, az nem más lesz, mint Mecskának a sírja, az emléke, mert mégis ezért eléggé fontos macska volt ebben a játékban, az egyetlen egy, és megérdemli azt, hogy tisztelegjünk előtte, úgyhogy meg fogjuk csinálni a sírt, nézzük csak, miből csinálja meg, ez itt a kérdés. Zúzott kőlap amúgy nem rossz ötlet, van 4 darab fehér gyapjú, ami szintén nem rossz, ugyanis be tudom festeni. Milyen szín? Szerintem legyen ilyen sárga színű a fehér gyapjú. Mert a mecska is mégis ilyen sárgás volt, tudjátok, úgyhogy beszínezem. Jaj. Így, megvan a 4 gyapjú. Akkor van valahol táblánk. Jaj, de jó, bont, van egy táblánk is. Szuper, és virágok. Virágok feltétlenül kellenek. Oké. Kell még valami? Hát max visszajövök, hogyha... valamit elfelejtenék, vagy kéne valami plusz. Az biztos, hogy eszünk. Ham. És ahova gondoltam, meg is mutatom nektek. Ide. Ide gondoltam le. Ha már itt van ez a hely, és még nem használtuk ki, és még nem építettünk semmit, én arra gondoltam, hogy mi lenne a mecskának a kis sírját, az emlékhelyét ide helyezném le valahova. Szerintem ez egy baromi jó ötlet. Ugye, csirke? Na, Sanyi itt bujkál valahol, de még... Mi van itt? Hát mindenki itt van, hát nem vissza be. Azon gondolkodom, hogy hova helyezzem. Hát lehet, hogy amúgy ide kéne valahova csendben, mert oda más szeretnék építeni, ugye oda szeretnék majd egy falusit rakni, bár amúgy úgyis Enderman vuppog. A szín amúgy is jól jön, úgyhogy ezt lehet kiütöm. Csak ne találkozzak közben itt Sanyival, mert szív leszakad, esküdjek. Úgyhogy mi lenne, hogyha ide raknám a szén helyére? Mit szóltok, várjatok? Fákjázok, mert rohadtul nem látok semmit. Kiütöm ezt a szenet, és szerintem ide fogom akkor rakni. Hoppá, szintlépés, ezt nézzétek már! 20. szint vagyok, a hardcore-ból. Jó, ez így jó lesz, ez olyan, mintha ilyen urnába lennének, meg ilyenek, úgyhogy már előkészítettem ide egy másik sírt. Nem tudom még ki lesz itt, de reméljük később fogjuk csak megtudni. Úgyhogy itt nyugszik. Itt pihen Mécska úrfi. Király! Jó, akkor már csak ide kell a virág. Tökéletes! Tökéletes, hát eléggé vises sír lett, de jobb, mint a semmi. Szerintem nagyon kis aranyos lett, úgyhogy menjünk is vissza. A következő, amit úgy szintén az előző részben beszéltünk, az nem más lesz, mint ez itt a farm rész, meg kell ugye csinálnunk szépen a farmot, SOS, úgyhogy amit mondtam is nektek, nem csináltam még egy bejáratot. Mindegy, akkor gyorsan csinálunk. Amit mondtam is nektek, hogy fel akarom emelni, úgyhogy igazából itt mindent ki kéne ütnöm. Konkrétan. Úgyhogy ezt gyorsan. Blablabla. Nézzük csak, sárgarépa, hű, 47, az tök jó. Úristen, mennyi cuccom van. Oké. Ezeket itt gyors bevágom. Na most jelenleg nem kellenek. És ahogy látom, este van, vagy hát kezdődik az éjszaka, úgyhogy gyorsan elmegyek szuszukálni. Szép jó reggelt mindenkinek! Folytassuk tovább. Szerbusz Gilbert. Remélem, amúgy jó nevet adtam neki. Nem emlékszem most így. Akkor gyorsan ezeket is bepusztítjuk. Így, van, ó, bőven van helyem, úgyhogy... Így. Viszont azzal bajban vagyok, hogy olyan szépen megcsináltam azt, hogy a víz itt legyen. És mivel most fel kell emelnem
a helyet, ezért muszáj a vizet is innen kivennem konkrétan. Mm. Nincs több földem, oké, akkor kell keresnem, kell szereznem földet. Itt van-e valami? Nincs semmi igazából, úgyhogy lemegyek gyors, megnézem, hogy van-e föld. Illetve vödröt is akkor már hozok, mert az is kell nekünk ugye a víz miatt, hogy át tudjuk rakni. Szóval van egy vödröm, miért csak egy van egyébként? Szerintem több kéne, gyorsabban haladnék. Nem gond? Akkor nézzük, mit akartam? Földet, igen. Föld, hát van egy csomó földem, basszus, ez tök jó. Na, nézzük, vas, csináljunk még vödröt szerintem. 21 vasam van, be kell osztanom. Csinálok vödröt. Pik, pik, pik! Kettő szerintem elég lesz most. Júj. Gyorsan visszarakom a dolgokat, mert tele vagyok! Tele vagyok! Most ezt is ide rakom, ez se kell. Ezek meg még amúgy igazából jól jöhetnek, úgyhogy maradhatnak. Na, suhanjunk föl szépen, izomsebességgel, és akkor ezt gyorsan megcsináljuk. Ez nagyon idegesítő volt itt ez a kis rés, hogy pont oda láttam. És amúgy ezt a csirke részt itt, ami itt van, konkrétan egy csirke farmot kreált nekem ide a játék. Nagyon idegesítő, úgyhogy lehet, hogy még megszüntetem, vagy nem tudom, csinálok velük valamit. Bejövünk itt. Lehetséges, hogy így kéne összeraknom. Aha. Viszont akkor sajnálom, ezt muszáj lesz itt betemetnem. És akkor innen kéne elkezdeni egy sorvizet. 1, 2, 3, 4, jó, egyet ide, és már csak egy kéne, azt innen ellopjuk. Kész, tökéletes. Akkor ide jön a következő. Ide le, 1, 2, 1, 2, akkor jó lesz ide. Így. Egy. Kettő. Három. Na, így tök jól fog kinézni. Oké. És akkor még egyet ide szerintem. Mert itt azért nem akarok, mert gondoltam, itt majd sétálgattunk, tudjátok, meg ilyenek kell a hely azért a lábunknak is. Ez itt megvan. Akkor, következő sor, egy kicsit odébb legyen. Mondjuk itt, nem? Nézzük csak. Mondjuk. Hoppá. Elég csak most ide három. Így három. És ide is három. Akkor egy. Puk. Kettő. Puk. Egy. Puk. Nem tudom még mi lesz, de jól néz ki egyébként, úgyhogy ezt így hagyom. Mondjuk még ide rakok egy kicsit. Így. És akkor ezt pedig le is temetem. Puk! Vuálá! Vuálá! Na, akkor szóval nézzük ki, és kezdhetjük az ültetést. Búza! Hűha! Búzát hova rakjam? Arra gondoltam, hogy mindenhova lehetne valami táblát is rakni. Ez tök jól néz neki. És akkor megnevezni, mi merre, tudjátok. Mondjuk, ha így rakom végig a kerítést, a kertnél, akkor lehetne ide rakni rá a táblákat. Mit szóltok? Szerintem az így jól néz neki. Úgyhogy, kéne tábla, tábla, hogy kell csinálni, táblát. Ide rakom mondjuk... nehéz, nehéz. Hogy rakjam majd őket? Mi van nálam jelenleg? Krumpli van nekem, sárgarépám, meg céklám van. Krumpli, sárgarépa, cékla. Mit szóltok? Legyen akkor így. Burgonya. Várjatok, középen legyen már, na, cékla.
Szuper, most menjünk! Megvan minden? Most álljátok, ez most lebeg? Nem baj. Nem baj. Ez így jó lesz. Akkor. Kapa, kapa, nincs nálam kapa. Miért nincs itt kapa? Itt sincs kapa, mi? Másikba. Miért lenne egyébként? Nő. Megyek, csinálok kapát. Lehet, hogy van-e? Jaj, nem is tudok miből csinálni, úgyhogy akkor kénytelen vagyok lemenni. Nem baj, hogyha már lent vagyunk, akkor megnézzük, hogy van-e alapból kapa, mert akkor feleslegesen nem fogok kraftolni. Kapa, kapa. Ó, hát van egy kicsi, de ez elfogt... Ja, te? Hogy is? Itt egy nagy vaskapa. Tökéletes. Mi kell még? Sárgarépa, búzamag, sárgarépa, burgonya, oké, és van még igazából tökünk is. Hajjaj, jó kérdés, hogy mit hova fogok rakni, nem egyszerű itt a dolog. Ezt elviszem, ezt a tölgyfa kerítéskaput, ez jól jön. Szalmabálna is jó majd díszítő elemnek, és egyelőre szerintem ennyi elég, úgyhogy menjünk is vissza. Akkor. Nézzük csak. Menjünk akkor sorba. Burgonya. Hol vagy, kapa? Na azért. Ide egy. Nem, már ide nem tudok, izé? Aha, na mivel oda nem tudok rakni, ezért muszáj leszek feljebb rakni a táblákat, mert így nem lesz jó, mert úgy terveztem, hogy így körbe megy egy kocka. Így, tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Gyorsan kiütjük. Pikpuk. És akkor... Burgonya! Király! Na, ez így jó. Elvetesen jól néz ki! Akkor így kiütjük ezeket is rögtön. És gyorsan orvosoljuk a helyzetet. Akkor ide rakjuk a répucskákat. Pik, 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 pik. Reparatták, pogyorok, korát, reggel, rikká, rikata, rigó. Ez cekla. Tuk, 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 tuk. Jaj, de csodálatos lesz. Sokkal jobb, mint az előző ilyen trehányul oda volt vágva, össze-vissza, itt el van mindenre rendezve. Gyönyörűen. Kell lennél több? Hát nem. Na, ez megvan. Akkor most következik a búza és a tök. Akkor nézzük a búzát. A búzából kéne nagyobb... Úgyhogy lehet, hogy az egészet itt végig kéne búzázni. Van még 5 darab kerítésem. 1, 2, 3, 4, 5. Ez itt tökéletes, mint hogyha direkt lett volna. Akkor legyen az, hogy ide rakom. Lehet, hogy nem kéne megnevezni, nem? Vagy tegyek ide egy kizét, nézzétek, várjátok. Nem fog hülyén nézni. Hülyén kinéz. Ne, nem, egész jó lett. Na, akkor itt mehet sorba. Pik, 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 pik. Így. Hol a búza, búza? Szuper, itt van. Pik, 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 pik. Hozok még búzamagot. Úristen, rottentő sok van. Tök magból is egész sok van amúgy. Meglepő. Így, ezt megcsináltuk szépen. És akkor ide kéne raknom a tököket. Nem tudom őszintén, hogy hogy nőnek most jelenleg a tökök pontosan, hogy merre meg hogy, úgyhogy megnézem most így, hogy hogy fognak kinőni, aztán majd max később berendezzük másképpen. Na, szerintem ezzel az alapot tök jól megcsináltam. Már jobban néz ki. Amit még szeretnék kipróbálni, leraktam minden lapot, sajnos. Ezt kiütöm, idegesít, hogy ez itt van. Ezt elviszem. Akkor komposztáló, igen. Komposztáló, komposztáló. Hova rakjak komposztálót? Mondjuk ide jó ötlet. Ez így jól néz neki itt. Király. Bár lehet, hogy hülyén fog kinézni, ne haragudjatok, hogy itt dumálok, de ilyen fél lapokat akartam volna hozni. És arra gondoltam, hogy ezt itt kiütném, így az oldalsó kis szegélyét, és megcsinálnám ilyen
szebbre, így fára mondjuk, mert lehet, hogy ez tök jól néz neki, és adna neki, úgyhogy majd megnézem. Viszont nézzük csak, mik vannak itt, lerakom a dolgokat. Most a láda az egyébként maradjon így? Elég viccesen néz ki. Mármint, hogy annyira nem zavaró, mint hogyha direkt lenne ilyen, úgyhogy lehet, hogy így hagyom luxusba. És ide rakom a másikat is. Így. És kevésbé zavaró. Ez nem rossz ötlet, hogy van ennyi búzamagom, ugyanis majdnem elpusztítottam a csirke spawn helyet, ami itt van mellettünk, de rájöttem amúgy, hogy őket lehet pont, hogy szaporítani így, szóval majd átcsalogatom őket ezekkel a búzamagokkal. Akkor nézzük csak, amit szerettem volna, igen, a szalmabála valami díszítésnek tök jó lenne. Úgyhogy ide rakom mondjuk, nézzétek, mint hogyha direkt lenne, tudjátok. Így. Na, ez így szerintem tök jól néz ki, mint hogyha direkt itt lenne a kert hátsó részében. Viszont ide is kéne nekünk fákja. Így, mert nagyon nem szép. Így jó, nem? Ide is rakok. Ide is rakok. Mit szólnátok, hogyha mondjuk ide is raknánk? Meg mondjuk ide is, és akkor biztos, ami biztos. Oké, akkor menjünk le a fél lapokért, amit mondtam nektek. Akkor van itt még egy komposztáló, amit szerintem fel fogok vinni. Akkor hol vannak azok a lapok, amit akartam? Nem zúzott kőlapot akartam, hanem fa volt, nem? Rosszul emlékszem, nem falap volt? Basszus, pedig szentül meg voltam győződve, hogy falapok is voltak. Jó, akkor nem baj, akkor csinálunk falapot ilyen tölgyből. Vagy csak vak vagyok? Nem, biztos, hogy nem. Ti se látjátok, igaz? Egyikbe se látjátok. 36 szerintem most elég, először megnézzük majd, hogy fog kinézni. Este van, ikikinyug a lomban, jól van. Csicsika, csicsika. És akkor nézzük meg az elképzelésemet, nem tudom pontosan, hogy hogy fog kinézni, de megnézzük, hogy milyen lesz. Na, mert először így gondoltam, de ennek így nincs sok értelme, mert nagyon lent lenne. Semmi értelme nincs. Felesleges, úgyhogy igazából ezt kiütöm. Hó, krumpli, nem akartalak bántani, ne haragudj! Pok, pok! Szóval, ezeket kiütöm így. Puk, 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 puk. Na, ez már alakul. Ez már úgy néz ki, mintha minőségi lenne. Itt vannak alól a csirkék, nem? És direkt a szélét azt ki fogom hagyni, mert sokkal jobban néz ki. És akkor ezt is megcsinálom itt. Bocsi búza! Nem akartam, esküszöm, de hát most mit csináljak? Jaj! Nem akartam így! Jó, nekem tetszik, remélem nektek is tetszik amúgy. Esküszöm, életem legjobb kertje eddig, rendesen büszke vagyok rá. Úgy érzem, hogy most teljesítünk, és kimondottan jól teljesítünk. Na, kéne még nekem ilyen lap, úgyhogy gyorsan csinálok, várjatok. Így viszont itt nem tudom, hogy csináljam meg szépre. Várjatok. Mi lenne, hogyha... Nézzük csak, mit ez, hogy néz neki. Végül is ez így teljesen oké. Aha, ez így jól néz ki. Azon gondolkodom, hogy szerintem még ezt a kerítés részt is itt megcsinálom, mert sokkal jobban fog így kinézni. Így. És az nem baj, hogyha itt amúgy duplán van szerintem. Lehet egyébként, hogy ezen az oldalon végig kéne csinálni, mert így teljesen akkor úgy fog kinézni, mint az út. És akkor nem véletlen, hogy ezen az oldalon több hely van. Nézzétek, ugye megmutatom, sokkal jobban fog így kinézni.
így végig megyünk. Egészen a szalma báláig. Pik, 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 pik. Na, szuper! Látjátok? Sokkal jobban néz ki. Nagyon adom. És az is lehetne, hogy ez elmegy egészen majd odáig, de lehet, hogy innen már hagyni fogom. Ezt még majd végig gondolom, most itt pontosan nem tudom. Így, és akkor lehet, hogy meg kéne itt is ezt csinálni, mert így akkor nem fog kinézni hülyén. Hát így lehet, hogy sokkal jobban fog kinézni, akkor ne haragudjatok, gyorsan orvosolom a többi saroknál is, és betemetem. Így. És ez itt tökéletes igazából. Na! Micsoda fejlődés! Majd jelezzetek nekem egy like-kal, visszajelzésképpen nektek, hogy tetszik amúgy, mert szerintem tök jó lett. Jó, igaz, nem a világ legluxusabb kis farm része, de szerintem nagyon aranyos. Így? Na! Tök jó! És amúgy van 29-ünk, szerintetek az elég lenne, hogyha én ezt ide húznám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24. Na, megint dead dirt! 24, 25, és akkor így talán. 1, 2, 3, 4. Egy kis út. Na, egész szép már, egész szép. Akkor, így bejövünk. Na, ez az út, ami nagyon jól néz ki, sokkal rendezettebbnek tűnik az egész, úgyhogy lehet majd végig így, ilyen úttal kéne majd csinálnom erre is. Ide majd. Viszont ezt kéne bővítenem egyébként. Csak annyira nincs szívem ezt a kis méhecskét itt szétszedni, úgyhogy valószínűleg nem fogom. Ide talán egy olyan rész kellene, ami nincs elfedve, de ugyanúgy itt is állatok lennének, mondjuk bárány vagy malac. Se lenne rossz ötlet, hogyha mondjuk ezt tovább húznám egészen ideáig igazából, és akkor mondjuk itt lennének bárányok, ott meg majd malac, és akkor ezt meg ugyanúgy ezt a farészt megpróbálom így benne hagyni, mit szóltok? Tiszta a terep, úgy tűnik. Na. Nézzük. Füha. Ezt itt nem is fejeztük be, még jó, hogy hoztam földet. Úgyhogy nézzük csak, van bárány. Akkor mi lenne, ha a bárányokat hoznám föl először? Azok vannak, úgy tűnik, a legközelebb. Csak feljönnek egy kis búzáért, bármit megtennének, nem? Valószínűleg nem elég nekik az egy blokk, úgyhogy muszáj lesz gyorsban megcsinálnom. És szerintem nem lesz pont elég akkor ez a 64. Ajjajjajjaj. Létom valamit a Sanyi, de nem tudom, hol van pontosan. Na mindegy. Két bárány! Cic-cic! Na várjatok, szépen ezt jól meg kell oldani. Gyere, te is! Gyere! Ez az! Elkaptam kettőt! Gyere, te! Sanyi, ne hűrögjé! Gyertek! Gyertek föl! Gyertek! Gyertek, gyertek! Így, így! Gyertek! Na, gyertek szépen! Jaj, de ügyesen lépcsőztök ti, jaj, de szép ügyesek. Hú! Ne esd le! Gyere vissza! Szóval újra, gyerekek, újra. Próbáltok nem lelökni egymást. Hú, de meredek. Ez az? Gyertek. Hú, de szépen sorba jöttök, hát ez... Büszke! Hát ezt nem hiszem el. Ez tényleg megtörténik? Ha
Halljátok, ennél szebben nem is lehetett volna őket behozni. Na gyertek, csak hátra megyünk szépen. Oké. Tessék, tessék, kaptok egy kis ilyet, és... Most az az egy probléma van, hogy ezek innen el fognak szöktécselni. Úgyhogy gyorsan így befalazom őket. Így. És akkor... Bingo! Jó, bárányok megvannak. Már csak szépen majd meg kell csinálni, hogy ugyanúgy nézzen ki az egész. Úgyhogy ezt, hogy meg fogjuk csinálni. Viszont ezt a következő részben fogjuk folytatni, ugyanis mára ennyi lett volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és megnéztétek. Úgy szintén egy kis összefoglaló, szerintem nagyon jól haladtunk, megcsináltuk szépre újra a kis veteményest, illetve befogtuk a kis bárányokat, és a következő részben majd elkezdjük ezt kibővíteni. És úgy kéne majd valahogy csinálnom, hogy a malacoknak is legyen helyük, úgyhogy majd ki kellene sakkoznom, hogy hogy legyen pontosan, de a malac az még messzebb van, úgyhogy majd... Az még ráér később, lehet, hogy őket külön fogom majd rakni, majd még kitalálom, de most elérkezett az a pillanat, hogy fejlődtünk és szereztünk bárányokat is, úgyhogy most már hárman vannak. Szépen, szuperül. Mecskának megcsináltuk a kis síremlékhelyét, és hát igen, oda is kell majd kirakni dolgokat, viszont még megnézem a komment szekciót, ugyanis írtatok szerintem pár ötletet, hogy oda mit építsünk, úgyhogy én azt elkezdem olvasgatni, és összegyűjtöm a dolgokat, hát ha majd később elkezdünk valamit oda is kreálni. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok nekem egy lájkot, és iratkozzatok föl, hogyha szeretnétek, és akkor majd a következő videóban találkozunk. Sziasztok!